A Monaco felfüggesztette vezetőedzőjét. Thierry Henry végső sorsáról a közeljövőben döntenek. Az Arsenal és a francia válogatott volt csatára, mindössze 104 napig irányította a Monaco csapatát a kispadról. A Monaco az utolsó 5 meccsen 2 pontot gyűjtött be, és most az utolsó előtti helyen tanyázik a Ligue 1-ban. Az utolsó csepp a pohárban a strasbourgi Racingtól hazai pályán elszenvedett 5-1-es csúfos vereség volt. A 41 éves Henry történetesen a Monacóban kezdte pályafutását, ahol 5 idényt játszott. A szombati sorsdöntő Dijon elleni meccs előtt még azt nyilatkozta, olyan játékosokra van szükség, akik meg akarják menteni a klubot, és nem csak magukra gondolnak. Háborúba indulunk, mondta Henry.